minél több emberhez jusson el az az információ, ami az állattartókra vonatkozik. Ugyanis hát most itt a járványtant nézzük, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok eset fordult elő a környezetünkbe. Csemmőn nem régiben volt egy kecskeveszettség, amely azt jelenti, mint különlegesség, hogy 11 éve ott a tanyán élő, családtagként élő kecske kezdett el furcsán viselkedni, és utána, amikor a fejét a intézetbe vizsgálatra beszállítottuk, pozitívnak bizonyult. És ezáltal ott a környezetében 6 macskát kellett kiirtani, több háziállatot oltani, és az oltott kutyákat pedig a 90 napos megfigyelés alá helyezni, hogy az emberre nézve is halálos megbetegedést minél hamarabb, meg hatékonyan tudjuk blokkolni abba a környezetébe, amely kialakult. Most jelenleg pedig olyan esemény fordult elő, hogy Cegléden, hát közel az ilyen külterületi részekhez, ahol van a róka populációnak csodálatos élettere. El tud szaporodni, meg tud bújni, és ott megvolt a lehetősége egy 3 éves oltatlan ebnek, hogy megered benne a betegség, mert oltatlan ebb fogékony állat, ugyanis magára a veszettség vírusa iránt valamennyi melegvérű állat, így az ember is fogékony. És meg tud benne eredni a vírus, ami utána később, ha időben nem kerül kezelésre, akkor halálos lehet. Csak annyit, hogy kérdezek, hogy ez hogy derül ki, tehát hogy jut el az információ önökhöz, mondjuk ez esetben konkrétan? Ez esetben olyan helyzet alakult ki, hogy október 3-án bekerült egy klinikára, ott kezelve lett, nem gyógyult, és utána felmerült az idegrendszeri tünetek kapcsán, hogy hát itt a háttérben lehet veszettség is, elindult a nyomozás, és sajnos, amikor az intézetbe került a tetem, akkor itt meg is állapították, hogy veszettség vírusa van a háttérben. Mi a következő lépés? Most általánosságban is beszélhetünk, de akár ezt a vonalat is végigvihetjük, amikor kiderül ez a dolog, akkor mi a következő lépés, a szakemberek mit tesznek? Hát ilyenkor beindul a járványvédelmi nyomozás, hogy honnan ered a betegség, hogy alakult ki, és elhárítani azokat az eseményeket, hogy onnan szétterjedjen, meg a kártétel csökkentése esetében. Jelen esetben is 8 humán kontaktus volt meg, és itt ők már a nem tudom, hanyadik oltásuknál járnak, mert ilyenkor egy oltási sorozatban részesülnek, hogy a betegség ne tudjon kifejlődni bennük. Tüneteket, idegrendszeri tüneteket emlegetett, de még milyen más módon vehetik észre, akik nem szakemberek, hogy mondjuk veszettség van a környezetben? Megváltozik a viselkedés. Mindenféleképpen, ugyanis ahogy a vírus az idegpályák mentén halad a központi idegrendszer felé, és ezáltal vannak dühöngő tünetek, utána letörési szakban pedig apatikussá, elesetté, bágyattá válik, nem reagál a környezetére, kancsalság, nyálfolyás, olyan, hogy most, ha így visszagöngyölítem azt a szituációt, amikor egy tanyán egy macska veszettség volt, amikor a tanyán a gazdáját a macska bekergette a tanyasi árnyékszékbe, és akkor ott rágta az ajtót. Tehát teljesen, ez már teljesen a tipikus tünetek. Amikor megváltozik a viselkedés, és tehát amikor együtt él a jószággal, és korábbitól eltérő tüneteket tapasztal, visszautasítja az ételt, nyálfolyás van, nem tud nyelni, ez már az idegrendszer károsodásának a tünetei, hiszen a nyelési reflex nem működik, ez a idegek károsodását jelenti. Az, aki eddig elfelejtette a
a saját kutyájának az oltását megtenni, ugyanis az van az itt ide vonatkozó jogszabályban, hogy minden 3 hónapos kort betöltött kutyát 30 napon belül oltani kell, utána 6 hónapon belül megismételni, és utána évente. Ez a kötelező oltási sorozat. Ha eddig nem oltatta a kutyáját, akkor mindig megvan a lehetőség, hogy pótolja. Nem az a célunk, hogy büntessünk, nem az a célunk, hogy szankcionáljunk, hanem megakadályozzuk azokat a gócokat, hogy elterjedjenek arra, hogy ilyen esetben, mint ahogy most is volt a oltatlan kutya, akkor a környezetébe oltani kell az embereket. A másik oltatlan kutyáját kiirtásra kerül, és sajnos ezt még egy büntetéssel szankcionálni is kell. Nem a cél a büntetés, hanem az a cél, hogy minél több ebb kerüljön oltásra, és ezáltal megakadályozzuk az utcai vadvírus elterjedését, hiszen most az ebzárlat azért van per pillanat október 4-től 18-ig, hogy az orális, a vadon élő, a lakott területeken, kívüli területeken védetté tegyük a rókákat, és a vakcinavírussal kiszorítsuk a vadvírust, és ezáltal ne tudjon elterjedni, és ilyen járványszerű, mert hiszen, ha most nézzük, a nagyon sok rókában került megállapításra, meg most már házi állatokban is megállapításra került, tehát járványszerűvé vált ez a megbetegedés.